26 mérkőzést követően ért véget az alapszakasz a férfi kosárlabda NB1B-ben. Az új lebonyolítási rendszer szerint az erősebb piros, illetve a gyengébb zöld csoportra osztotta a mezőnyt a szövetség. A két cápák végül 18 győzelemmel és 8 vereséggel a harmadik helyen zártak a piros csoportban, az Oroszlány és a Veszprém mögött. Hazai pályán csak az alapszakasz győztes Oroszlánytól kapta ki Busi Vánék, akik 6 alkalommal idegenből is győzelemmel tértek haza. Bár Sitkó Ernő szakmai igazgató kicsi sokkalja a vereségek számát, összességében elégedett a bajnokság első szakaszában nyújtott teljesítménnyel. Ha azt mondom, hogy a harmadik helyen zártuk az alapszakaszt, akkor alapvetően kimondhatjuk, hogy azt a célt, amit kitűztünk, ugye a 4 közékerülés volt a minimális célunk, azt elértük így az alapszakasz végén. Viszont a 8 vereség azért egy kis hiányi érzetet hagy maga után. Úgy gondolom, hogy kaptunk ki olyan mérkőzéseken, amiken nem lett volna szabad. Kicsit nagyobb koncentrációval tudtunk volna nyerni ezeken a találkozókon is. Sok mindent kell tanulnunk, ugye a fiatal csapatnak jellegzetessége az, hogy nem nyújt kiegyensúlyozott a teljesítményt, de azért meg kell tanulni, hogy hogyan kell idegenben játszanunk, és ilyen találkozókat hogyan tudunk megnyerni. Összességében azért, hogyha a tabellát megnézzük, és azt mondjuk, hogy a rájátszás első körét hazai pályán kezdhetjük, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is elértük azt a célt, amit az elején kitűztünk önmagunknak. A csapatkapitánya Nagy Krisztián szerint összességében a maguk által elvártak szerint teljesítettek, de most már előre tekintenek, mivel szeretnének minél tovább jutni a rájátszásban. Volt egy-két mérkőzés, amit a saját hibánkból vesztettünk el, és hogyha azok megvannak, akkor talán jobb helyen is zárhattunk volna. Illetve volt rengeteg mérkőzést, amit bravúrból behúztunk, szóval hogyha azok pedig elmentek volna, akkor nyilván nem tartanánk itt. Én teljesen elégedett vagyok a csapatnak a helyezésével, az abszakasz helyezésével, hiszen 2 fordulóig kiharcoltuk magunknak a pályaelőnyt, hogyha úgy alakulna, akkor egyedül a döntőt kell pályahátrányból játszanunk. Remélem, hogy megvan még a csapatban a lelkesedés, a kitartás, és maradt annyi energiánk, hogy bejussunk a 4 közé, és ott onnan is tovább lépjünk. Mivel a nyíregyháziak több fiatal játékosa érintett a jövő hét második felében esedékes hazai rendezésű junior döntőben, a Vasas elleni rájátszás párharca május 3-án kezdődik. A további párosítása következő Oroszlány Miskolc, Veszprém Nagykőrös és tehetséges fiatalok PVSK. A párharcok 2 győztes meccsig tartanak.